Hi mindenkinek, Katamori vagyok. Minecraft Hunnikák, Romulus 11. rész. És ez most tényleg a 11. Direkt most néztem meg YouTube-on, hogy hányadik résznél is tartunk, tehát minden rendben lesz. Ott van, azt hiszem ott van. Fele vigye a fajtáját, Einstein, köszönj a nézőknek! Megteszi ez is. Szóval nagy epizódban kidekorálom a nagy is a őrposztot. És még egy tojás. Két tojásom már nálam, de ha jól emlékszem, akkor van még egy pár a ugye chestemben. Elnézést kérek, most kicsit lassú a felfogásom. Nemrég végeztem a napi teendőimmel, és miatt nem vagyok egészen a toppon. Ja igen, akkor kimegyek harcolni, és közben mesélek nektek. Csak persze, ne szaggatna. Hát igen, mondtam már, meséltem, megesik az ilyen. Előtte mondjuk egy imát. Tessék, 6 tojásom van, ebből már simán tudnék rántottát csinálni. Két kép az. Nem kell. Hú, ha már képeknél tartunk, meg kell nézni, hogy ide tudnék esetleg ablaküveget csinálni. Vagyis nem ablaküveget, hanem így konkrétan ablakot, mert lehet, hogy mégiscsak fajnabb megoldás lenne, mint hogy itt hagyjuk ezt a pazi nagy gödröt. Ott fent mindenképpen, ahogy látom, mert ott terem éppen a fű. Akkor szerintem meg is csinálom, most nem halunk bele. Hát igen, jó lesz az így. Akkor lesz majd helyen még a cseszteknek, hogyha esetleg úgy hozná a sors. Vagy hogy fogalmazom másképpen a karma. Tyuha. Elég sok van még. Ja, aha, értem már! Szóval ez itt a tető gyakorlatilag, és hiába nem tovább, itt szépen a föld alatt fúrnék. Állati. Na és én megint nem néztem meg, hogy hánykor kezdtem el a felvételt, tehát se baj. Mit tegyek ide? Majd ezt javasoljátok meg, mert fogalmam sincs, hogy ide mit tehetnék. Mármint a képen kívül természetesen. Wow! Ez igen? Ezt meghagyjuk. Egyébként, ha esetleg valaki nem tudná, ezek a képek, amiket most a Painter Repairben használok festményként, ezek Monet-nak a festményei. Impressionista festő. Megnéztem angol Wikipédián pár képét élőben. Szerintem élőben nem olyan szépek ezek a képek, mint Minecraftban. Holott a logika úgy hozna, hogy ennek pont fordítva kéne lennie. Hát egyéni véleménye mindenkinek, hogy hogyan gondolja. Gondolom, ti nem nagyon foglalkoztok művészettel. Tisztelet, ha mégis van olyan, aki esetleg foglalkozik vele. Ha már nézőknél tartunk, képzeljétek el, vannak női nézőim is. Na jó, legalábbis egyről tudok, de ő még Facebookon is írt nekem. Ez komoly. Szóval ez elég váratlanul ért. Gyakorlatilag megnyitom a szememnek, amikor megláttam, hát van ilyen. És ha már Facebooknál tartunk, a Katamari Entertainment rajongói, eddig 69-en vannak, vagy talán már 70-en. Annyira nem növekszik intenzíven, de megesett, hogy mégis. Közben itt gondolkodom, hogy lehet, hogy ezek a fák nincsenek itt a legjobb helyen, mert nem éri annyira fény őket. Ezt a kicsit itt pláne nem. Így itt van a lépcső, meg minden.
Meglátjuk, kinőnek -e elvileg még. Van egy pár, és nem egy pár, hanem talán még egy nap van. Én pedig most nekiindulok harcolni. Sötét erdőbe. Nem valami okos ötlet, ha belegondolok. Vicces egyébként, hogy a zombik a legpuhányabb ellenfelek a játékban. Ide jönnek, látjátok, ide jönnek tonnában, és meg se karcoltak. Lehet, hogy ez a mod problémája, de legalább gyógyszerzési forrás. Az akár mindössze, hogy nem hallom nyakot, hogyha skeletonok jönnek majd, de creeperöket látom. Creeperöket, én meg a pókot is. Na, kuci-kuci, te kellett. De fonalat nem adott. Creeperöket visszafestettem régire, mert jobban szeretem. Ohohohoho! Két puskapor? Akkor szerintem tudunk TNT-t csinálni. Nem, kell még egy jól számolom, mert ahogy láttam, két puskapor volt nálam. TNT-hez pedig 5 kell, nekem pedig csak 4 van összesen. Ja, azt nem mondtam. Múltkori barlangászással nagyon belendültem a skeletonokkal való harcba. Azóta nem megy olyan jól, de akkor is levadászom. Az édesanyukádat! Jut eszembe egyébként a fákkal kapcsolatban, hogy van csontvelőm. Nem kell ezt a faszoport levadásznom még. Mondjuk ő is adott nekem csontot, de van csontfelőm, tehát tudok majd, fel tudom majd növeszteni a fákat, ha úgy hozza kedvem. Tényleg. Ez egy kis tisztás, most veszem csak észre. Tök jó kis tisztás, ezt nem hagyom kivilágítatlanul, az hordvihar. Jó, egyébként olvastam, hogy lenne igény arra, hogy feltöltsem a Romulus univerzumot, tehát hogy ti is elérhessétek. Mert ugye mondtam a legutóbbi videóban, amikor kritizáltam Bárány bizonyos dolgait, hogy én bizony probléma nélkül elérhetővé tenném nektek a Romulus földet. Hát akkor be is tartom ígéretemet. Ebben a videóban várhatóan ott is lesz már letöltés hozzá.